Itt állunk a Gyorskocsi utcai börtön előtt, ahol számtalan honfitársunk nyomorodott meg, ahol számtalan honfitársunkat vallattak, kínoztak. Február 25 mindig is az a nap lesz, amikor emlékezni és emlékeztetnünk kell. Generációk nőnek fel egymás után, úgy, hogy már nem élhetik meg szerencsére a kommunizmus diktatúráját. Nekünk tehát szólnunk kell arról, hogy mi történt ekkor, milyen bűnöket követtek el, és milyen embertelen cselekedetre ragadtatta magát központilag, államigazgatásilag egy rendszer. Az előbb egy újságírót megkérdezte tőlem, hogy mikor lesz Recsken emlékhely. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan. Minél hamarabb létrejön ez az emlékhely, hiszen Recski elmondata, ne csak őrizd, gyűlöld is, kifejezte minden ízében, minden porcikájában a kommunizmus embertelenségét. Emlékezzünk tehát minden áldozatra, de emlékezzünk arra is, hogy volt egy olyan rendszer, ami nem csak az áldozatok életét vette el, hanem elvett lehetőséget, elvett szabadságot, elvett emberséget. Soha többé kommunizmust.